Az operatív törzs ma reggel is ülést tartott. Azt látjuk, hogy a fertőzés és a járvány egész Európában emelkedő pályán van, Magyarországon is. Nagyjából Ausztria magasságában vagyunk. Hazánkban 42 kórházban 2209 beteget látunk el. Az egészségügy állja a sarat. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az orvosaink és az ápolónőink európai mércével mérve is kimagaslóan teljesítenek. Köszönetet is mondok nekik. Áttekintettük a maszkviselés szabályait, adtunk elegendő türelmi időt, mindenki megértette, hogy a maszkviselésen múlik a járvány megfékezése. Utasítottam a belügyminisztert arra, hogy szerezzen érvényt a hatályban lévő jogszabályoknak, és érje el, hogy a maszkviselés általánossá váljon. Az influenzaoltás és vakcina helyzetét is áttekintettük. A házi orvosoknál lehet elérni az oltóanyagot, ingyenes lesz, a költségeit az állam fedezi, a beszerzés, az ellátás és a kiszállítás folyamatos. A 3 évnél fiatalabbak is megkapják az ingyenes influenza elleni védőoltást. A koronavírus elleni vakcináról pedig azt hallhattuk, hogy az összes európai beszerzési programban részt veszünk, de utasítottam az operatív törzset, hogy egyidejűleg tájékozódjon az orosz és a kínai vakcinák előállításának és beszerzésének körülményeiről is, mert a cél az, hogy Magyarország polgárai minél hamarabb megbízható minőségében, de az elsők közé juthassanak koronavírus elleni vakcinához.